DK vezérszónok a következő, parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt ház! Ha megengedik, akkor most nem foglalkoznék a törvényjavaslat kisebb elemeivel, kevésbé fontos elemeivel, bár azt kell mondanom, és ezt meg kell jegyeznem, hogy az a szabályozás, amelyik most már teljesen szabad utat nyit az önkormányzati és állami kampányolásnak, ez hát, hogy fogalmazok nagyon finoman, ez a pofátlanság csúcsa. Ugye azt mondják, hogy, az, hogy egyszerűen szabályos az, hogy itt az önkormányzatok vagy az állami szervezetek kampányolnak. A kormány nem meri a saját nevét beleírni a törvényjavaslatba, mert túlságosan világos lenne. Említettem itt az EBSZ jelentését, ugye felolvastam már az imént, hogy ebben éppen az egyik leginkább kifogásolt elem az volt, hogy szinte korlátlan mennyiségben hatalmas pénzekért az adófizetők pénzén ömlöttek a választókra az állami álláspontot alátámasztó, csak a Fidesz álláspontját alátámasztó állami hirdetések. De hát ezt mindannyian tudjuk, hogy ebben az országban élünk, láttuk, hogy ez hogyan történik. Csak jelzem, hogy folytatódik az a sorozat, amit a korábbi választási törvény módosítással elkezdtek, hogy mindent, ami gátolt egy picit is azt, hogy önök közpénzből kampányoljanak, hogy korlátlanul legázolják a médiát és legázolják a választási kampányban az esélyegyenlőséget, ezt most legálissá teszik. Nem térnek ki a közigazgatási bíróságokra sem, lesz erről módunk majd a közeljövőben szót váltani, teljesen nyilvánvaló, és itt is kibújik a szög a zsákból, azért kell közigazgatási bíráskodás, hogy majd az önök által felállított házi bíróságok, pártbíróságok ítélkezzenek a választási ügyekben is. Nem meglepő módon leginkább, amiről szólni szeretnék, az a határon túli Magyarországon lakhelyen nem rendelkező állampolgárok szavazati joga. Erről a véleményünket egy idézettel szeretném alátámasztani. Miért nem támogatjuk ezt a javaslatot? Nem támogatjuk azért, mert elvileg sem tartjuk helyesnek, hogy Magyarország legfontosabb belpolitikai kérdéseiben olyanok is döntsenek, akik nem élnek Magyarországon, akik nem adófizető polgárai az országnak, és akik a két választás között semmilyen formában sem tudják az általuk választottakkal kapcsolatos véleményüket elmondani. Ráadásul sokunknak semmilyen kötődése nincs is már az országhoz. Nem támogatjuk a választójog kiterjesztését azért sem, mert sokkal nehezebben ellenőrizhető a választások tisztasága. Mielőtt képviselőtársaim hazárulózni kezdenének, ez az idézet Áder Jánostól származik, aki a Fidesz vezérszónoki véleményét fejtette ki 1993. szeptember 28-án. Tisztelt képviselőtársaim, pontosan ez a mi álláspontunk. A mi álláspontunk ebben nem változott. Azt szavazzon Magyarországon, aki itt él, vagy itt élt, azt szavazzon Magyarországon, aki viseli a döntéseinek a következményét. Legyen szó akár a magyarországi választásokról, akár az európai parlamenti választásokról. A Fidesz álláspontja az elmúlt évtizedekben folyamatosan változott, tartottak ott, mint 2000-ben, hogy a kettős állampolgárság nem felel meg a nemzetközi jognak, tartottak ott, mint 2004-ben, hogy az állampolgárság az rendben van, de a szavazati jog nem jár az állampolgársággal. Már eljutottak oda, hogy ez már a szavazati jog is feltétlenül szükséges a határon túli magyaroknak. Tisztelt képviselőtársaim, mi pedig azt gondoljuk, hogy ez nem így van. Azoknak kell meghoznia a döntéseket az adott esetben az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekről, akik az Európai Uniónak nem csak állampolgárai, de ott is élnek, akikre vonatkoznak az uniós döntések, mert az az érv, hogy az Európai Unión kívüli állampolgárok is vonatkoznak az Európai Uniós döntések, ugyanez persze áttételes formában igaz, de hát ilyen alapon a világ minden polgára szavazhatna az Európai Uniós választásokon, hiszen az Európai Unió döntései az egész világra hatással vannak, mégsem javasolják azt, hogy innen kezdve Brazíliában is szavazhassanak az Európai Uniós választásokon, bár lehet, hogy még eljön az idő, hogy elnézem a brazil választási eredményeket. Bocsánat, szóval tisztelt képviselőtársaim, teljesen egyértelmű, hogy modern társadalomban a választójog az ahhoz kötődik, hogy ki az, akire a döntések vonatkoznak. Az vesz részt a döntésben, akire utána a következményeket viseli. Mi ezért mondjuk, hogy azt szavazzon, aki Magyarországon él, vagy Magyarországon élt, aki nem csak kötődik ehhez az országhoz, hanem a döntések következményeit is viseli. És ez nem jelenti azt, hogy ki akarjuk rekeszteni a határon túl élő magyarokat, akár állampolgárok, akár nem, a magyar nemzetből. Ők a magyar nemzet részei, ennek a kulturális közösségnek a részei. De a szavazati jog az nem a nemzethez tartozásnak a része. Az a magyar államhoz való tartozásnak a része. A magyar államhoz pedig azok tartoznak, akiknek állampolgárságuk van, és akik itt élnek, vagy itt éltek, mi továbbra is ezt gondoljuk. Tisztelt képviselőtársaim, a másik ügyel nem foglalkozom, bár el is bölcsen hívta föl Áder János annak idején a
figyelmet, mert erről ma már hosszasan beszéltünk, hogy miközben elvileg sem értünk egyet azzal, hogy aki nem élt soha Magyarországon, az szavazhasson, eközben egyébként az a megoldás, amit önök választanak erre, az nem felel meg a tisztességes választás követelményeinek, nem felel meg azoknak a feltételeknek, amiket elvárunk egy választás kapcsán, avval kapcsán, hogy ez átlátható és ellenőrizhető legyen, és mint erről az imént szót váltottunk, nem felel meg egyébként az európai parlamenti választások tekintetében a vonatkozó uniós jogszabályoknak sem. Ez, amit önök most, amire önök készülnek, az az, hogy a magyar választásokhoz hasonlóan meghekkelik az európai parlamenti választásokat, és ezt nem is tagadják egyébként, a fideszes vezérszónokok nyíltan elmondják, hogy erre azért van szükség, mert ez egy fontos választás, és önöknek szüksége van azokra a támogatásra, amit a határon túli magyarok nevében szavazóktól remélnek. Végül, képviselőtársaim, avval vádolják itt a demokratikus koalíciót, hogy gyűlöletet keltünk a határon túli magyarokkal szemben. Ezt szeretném visszautasítani, ez hazugság és rágalom. A határon túli magyarokkal szemben azok keltenek gyűlöletet, akik belerángatják a határon túli magyarokat a magyar belpolitikába, akik az ocsmány pártcéljaik és a választások elcsalásának eszközévé teszik őket. Én kérem, hogy ezt ne tegyék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a párt.